Az Európai Unió 2005-ben tiltotta be az aszbeszt használatát az építőiparban. Korábban hőszigetelésre, tetőfedésre gyakran használták ezt az anyagot kitűnő hő, tűz és saválló tulajdonsága miatt. A kutatások azonban azt bizonyították, káros az egészségre. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT ezért tavaly már országos aszbesztmentesítési pályázatot hirdetett. Ezen adatok becslése szerint jelenleg körülbelül 100 millió négyzetméter aszbesztető van még Magyarországon. Ezek alapján az is látszik, hogy az ország délnyugat-északkelet irányban van kettévágva szennyezettség szempontjából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is van, ő a úgynevezett sötét zöldebb területekhez tartozik. Nem onnan jött a legtöbb kérelem, de ott is egész jelentős volt a kérelmeknek a száma, és arra számítunk, hogy idén is az ország egész területéről is Szatmár-vármegyéből is fogunk majd kapni nyócskán kérelmeket. Magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak az egyszeri, nem pénzbeli támogatásra elektronikus úton az azbesz.nhkv.hu felületen. Idén 100 négyzetméterrel növelték a határt, így az ingatlanonként maximálisan elszállítatható mennyiség 400 négyzetméter. Amennyiben elnyeri a pályázatot, utána felveszik vele a kapcsolatot, és a szállító céggel megbeszélik, hogy mikor és hol fog erre sor kerülni. Ebben a jelenlegi szakaszban mi arra számítunk, hogy ősszel lesz az elszállítási időszak. Mivel veszélyes hulladékról van szó, a bontását is szakszerűen kell elvégezni, de akár ahhoz is érdemes szakembert hívni, hogy megállapítsuk, a tető tartalmazza egyáltalán az anyagot. Mindenképpen ajánlom a szakértőnek a segítségül hívását, mert ez tényleg nem egyszerű. Nagyon sokszor szerencsére kiderül olyan, például hőszigetelésről, amiről eredetileg azt gondolták, hogy azbeszt tartalmú, hogy nem. De ennek a fordítottja is igaz. Az építési vállalkozók, akik ezt a munkát végzik, ők erre figyelnek, erre kötelezettségük is van, hogy erre figyeljenek. Már nagyon szigorú keretek között kell a bontást is végezni. Tehát amint ugye a törés a fontos, tehát amikor törik az anyag, amíg egyben van, ott nem veszélyes, amikor törik, onnantól kezdve veszélyes, és éppen ezért munkavédelmileg is nagyon kell vigyázni arra, hogy ez ne kerüljön bele a levegőbe, illetőleg a légzőszervekbe. A lakossági aszbesztmentesítésre pályázni a keret kimerüléséig legkésőbb augusztus 4-éig lehet. A tervek szerint azonban jövőre folytatódik majd a munka, és újabb pályázatokat fogadnak majd.